Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hornyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem hallgassák meg Kovács Zsigmondot, művész nevén Kovzsit, karikaturistát, akivel szakmai élete mellett a karikatúra helyzetéről beszélgettünk a mai Magyarország viszonylatában. Hogyan lesz egy kerámia majd porcelán tervező szakon tanuló diákból karikaturista? Én mindenféle művészeti téren alkotok, tehát nem kifejezetten csak egy irányba nézek, hanem többfele irányul a fókuszálásom. Én már az egyetemi éveim alatt is foglalkoztam zeneszerzéssel, ugye ez hobbim, a mai napig. Én nagyon szeretem a zenét, mind a vizuális dolgok iránt nagyon nyitott vagyok, és nagyon szeretek látni, hallani, élvezni a zenét, és hát így még egyetemi éveim alatt belekóstoltam a festészetbe is. Akkor hoztam létre az első olajfestményeimet, ezeket a különleges alkotásokat. Utána, ahogyan végeztem, tehát az egyetemi éveim alatt még karikatúrákat is rajzoltam. Olyan érdekes arcúak voltak az évfolyamtársaim, meg a tanáraim, hogy nem tudtam magamban tartani azt, hogy a karaktert az papírra nevessem. Tehát annyira jellegzetes arcok voltak ott, és én ott már leskicceltem mindenkit, de úgyhogy nem tudtak róla, persze, és évvégén megleptem őket egy kiállítás formájában. Tehát így indult az egész, hogy akkor még nem tudtam, hogy ebből tulajdonképpen ez egy hivatás, amiből utána, tehát hogy itt én saját magam egy vállalkozásként fogom a karikatúra rajzolást csinálni, de ott kezdődött már az egyetem, sőt, meg általános iskolában is rajzoltam osztálytársakat, csak ugye akkor azt hittem, hogy ez portrérajzolás, és igazából én nem portrét rajzolok, hanem mindig a jellegzetességeket ragadom meg. Ezt szeretem. És mit néz meg először egy arcon? Mitől indul be a rajzolás folyamata? Hát nagyon sokan leültek már lerajzoltatni magukat, illetve fotó alapján is készítettem már sok rajzot, és rengeteg kapaszkodó van. Tehát ez úgy értve, hogy én úgy építem fel a rajzokat, hogy nincsen egy sorrendje az elkészítésnek, hogy most fejtetőnél kezdem, és akkor tehát nem a tetőtől a talpig rajzolom meg, mint ahogy egy szkenner, ahogy végigmegy például akármi. Tehát, hogyha beszkennel egy rajzot, akkor az végigmegy balról jobbra, vagy jobbról balra. Én nekem megragadok mondjuk egy jó a szemet, azt utoljára szoktam megrajzolni, és akkor életre kell a rajz. Hát általában kívülről befele haladok, ugye a fejforma az egy nagyon lényeges dolog, tehát a nagy formákból a kisebb formák felé. Mindenkinek megvan egy vagy több olyan megragadó jellegzetessége, amiből utána nagyon könnyen fel tudom építeni a rajzot. Egy fontos dolog lenne, amit megjegyeznék, hogy én nem tudok egyenes vonalat húzni, a bajos kört rajzolni, ellipszis sem, de pont ez az egész dolognak a szépsége, hogy az aszimmetriát, ami egy kicsit mindenkinek az arcán, valakinek kissé, valakinek erősebben, jelen van, és én azt felerősítem, mert érzem, hogy milyen irányban van neki úgy elmozdulva az a szabályosság, ami szabálytalanná teszi, a szabálytalannak születünk tulajdonképpen, de pont ez a szépsége az egész porté karikatúra rajzolásnak, hogy én ezeket érzem, és a megfelelő irányba tudom a vonásokat picikét eltorzítani. Minden esetre úgy szoktam, hogy ne sértődjenek meg, hanem örömmel vigyék az ezt a rajzot, amit készítek róluk emberekről. Azt szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre. De mit tükröz az arc, a ráncok, a testtartás? Valójában azt szokták mondani, hogy amikor megjelenítem az adott alanyt, modellt, hogy én visszaadom azt, ami, tehát szinte már a hangját is lehet hallani az illetőnek, hogy mit akar. Hát minden ember más, és nem csak az arca más, hanem a test is. Mindenkinek különböző teste van, a fejhez tartozó test. Tehát én nem vagyok, egy kicsit haragszom azokra, akik csak az arcot rajzolják meg, és a test az meg egyforma mindenkinél, tehát, mert az nem igaz, tehát egy picit úgy vagyok, hogy szeretem, hogyha az igazat rajzolom, és abban nem nagyon szeretem, nem vagyok megalkuló, hogy most hazudjak. Tehát, hogyha valakinek vastag nyaka van, akkor nem fogok egy kis vékony szívószálat rajzolni nyakként. Amit így kérdezett, hogy a szem a lélek tükre,
és a vonások is. Hát mindenkinek a vonásai kifejezik, hogy milyen személyiség. Tehát akik tudnak olvasni így az arcvonásokból, azok tudják jellemezni az adott embert is. De erre vannak speciális jelentések, és könyv is jelent meg róla. Abban tényleg jellemzik, hogy akinek magas a homloka, vagy a keskeny a szeme, vagy távol vannak a szemei, közel vannak a szemei, erősebbek az arccsontok, szélesebb az állkapocs. Tehát mindegyiknek megvan egyfajta jellemzése, és hát kicsit általánosítása, de hát mivel mindenkinek összetett az arca, tehát nagyon sok alkotóelemből áll, ezeket a jellegzetességeket is figyelembe véve meg lehet találni az adott embernek a jellemét ebből, és valóban igaz. Tehát mondjuk csak érdekességként vegyük azt, hogy ránézünk egy emberre, mondjuk legyen egy hatalmas, nagy kétméteres izomkolosszus, és nagyon csodálkoznánk, hogyha egy kis vékony leányka hangon szólalna meg, valahogy hozzá kapcsolódik egy karakterhez egy hang is. Tehát van, amikor olyan furcsa, hogyha mély hangon szólal meg például egy gyönyörű szép hölgy, mert azt várnánk, hogy valami csilingelő vékonyka hangot fogunk tőle hallani, mert mondjuk lehet mindenféle a hang, de általában passzol az egyéniséghez, meg a személyiséghez, de hát ezek ilyen összetett dolgok, amiket én nem mindig megfejteni szeretnék, de a papíromon viszont rögzítem az adott illetőnek a személyiségét is, meg a karakterét is. Örülni szoktak neki, hogy én ezt úgy visszaadom, ahogyan látják mások is. Tudna mondani egy példát? Mondjuk a magas homlok mit sugallhat? Hát szokták mondani, hogy intelligenciával párosul, vagy éppen, hogy az adott embernek a gondolkodásmódját fejezik ide. Mert nekem magas homlokom van, én nekem érdekes, hogy én mind a két agyféltekémet használom, mert én kétkezes vagyok, jobb és bal agyféltekémet. Számomra a döntés képessége a nehéz. Tehát nehezen tudom eldönteni azt, hogy most ha vásárolni megyek és látok 20 féle variációját egy dolognak, akkor nehezen tudok választani, mert van, hogy az érzésemre hallgatok, van, hogy meg a gondolatomra. Tehát ezek az érzés, meg az amit az eszemmel szeretnék, és mást a szívemmel, de ez nem tudom, hogy a homlokon múlik, ez nagyon tényleg összetett. Azt mondják általában, hogy az intelligenciával párosul a homloknak a homlok mérete, mert szoktunk látni bunyósokat, akiknek tényleg nem kifejezetten vagyis szoktak mondani, hogy ugye a feneke égél a homloka, mert ugye teljesen kopasz, de hát ez csak ugye vicc. Szegeden sokáig elképzelhetetlen volt egy-egy szabadtéri fesztivál Kovács Zsigmond nélkül. Ilyenkor néhány percre van egy rajz elkészítésére. Hogyan alakította ki a saját egyedi technikáját? Igen, kétféle, tehát 18 év alatt rengeteg rajzot készítettem el, és ezek a saját tapasztalataimból előállított rajzok. Tehát voltak alaptanulmányaim, mert a Tömörkény Művészeti Gimnáziumban kezdtem, és ugye Iparművészeti Egyetemen voltak az utolsó tanulmányi éveim. Viszont az összes dolgot, tehát a karikatúrát, azt nem tanultam, hanem a saját tapasztalatból alkotom meg mind a mai napig, és mindig szoktam mondani, amikor éppen a legutolsó embert rajzolom, hogy hát az eddigi rajzaim az mindegy egy tanulmány volt ahhoz a rajzhoz, amit éppen most elkészítek önről. Hát rengeteg tapasztalat az, hogy hogyan érdemes felépíteni a rajzot, vagy hogyha részletes rajzot kérnek, akkor hogyan árnyékolom, bár ugye van rengeteg fényviszony. Én is úgy szeretem beültetni a modellt, hogy azért ne csíkszemű legyen mindenki. Viszont mert kétféle rajz van, a vonalas rajz, ami nincsen árnyékolás, és van a kidolgozott. És ezt az évek során annyira felgyorsultam, hogy óránként egy 10-12 embert szoktam így vonalas rajzokkal elkészíteni, vonalasan. A kidolgozottra viszont, hát ha nagyon szeretném, akkor lehetne órákig is készíteni egy borsdét, de azt inkább tanulmányok nevezik, és a karikatúrának meg pont ez a lényege, hogy alapformákra leegyszerűsítjük az arcot. Tudom én, szögletes, mondjuk téglába lehet, egy téglaformába, vagy éppen gömb alakú az arcnak a... Hát ez ugye rám van bízva, de végül is olyan adottságokkal ülnek le, hogy nekem tulajdonképpen adják a megoldásokat a kezembe, tehát nem nekem kell gondolkodni, hogy mit rajzolok, hanem a látvány után csak már tudom ezt az egyszerűsítést. Tehát ez az egyszerűsítésnek a művészete a portré karikatúra rajzolás nálam.
és hát az emberek nagyon izgulnak, meg várják kíváncsian, hogy milyen lesz a rajz, mosolyognak, én is mosolygom, de én mindegyik rajzot élvezem, mert végülis kihívás mindegyik, de tudom egyébként, mert rosszul soha nem szokott sikerülni az egyetlen egy munkám se, viszont a szegediek tényleg nagyon régóta ismernek, 2005 óta, és tulajdonképpen 30 évig Szegeden értem, bár ugye jászberényi vagyok, és itt születtem, de Szegedhez mind a mai napig van ilyen kötődésem, és a mai napig járok rendezvényekre is, és örülnek nekem, és várnak szeretettel mindig. A karikatúra a valóság görbetükre, de volt már arra példa, hogy sértődés lett egy-egy alkotásból? Hát én, az emberek olyanok, hogy aki leül, és nagyon kíváncsian várja, hogy milyen képet készítek róluk, tehát kíváncsi saját magára, hogy milyennek látják őt a mások. Mert tükörbe belenézés, amivel általában szerintem mindenki szépnek látja magát, bár lehet, hogy nem, de sértődés. Volt egy alkalom, amikor a Szellő István úr, a híradós úr széttépte magáról a rajzot. Hát ő nem nagyon tudta elfogadni azt, hogy őt nem úgy rajzolta, nem úgy ábrázoltam, ahogyan ő azt szerette volna. Ez volt az egyetlen egy olyan alkalom, amikor ő volt egy báli konferencié, négy felé tépte a rajzát, ott hazavittem a gyerekeimnek, megmutattam, ugye nem tudták, hogy kit ábrázol, és akkor mondták, hogy jaj, híradós bácsi. Igen, szóval is felismerték, de amúgy más soha nem sértődött meg, és már gondolkoztam azon, hogy kiírom, hogy készítek sértő karikatúrákat is. Egyszer volt ilyen, és strandon rajzoltam egy fiatalembert, hogy sértő karikatúra, le is ült, de hát annál viccesebb lett, meg annál nagyobbat nevetett rajta, nem sértődött meg ő sem, úgyhogy ezt nem sikerült elérnem. A karikatúra olyan helyzetben van hazánkban, mint a fotográfia. Ez alatt azt értem, hogy sokan igen magas szinten művelték, vagy művelik, de a közönség nem igazán tekinti művészetnek. Miközben például nyugaton egy-egy fotográfus vagy grafikus ugyanolyan megbecsült tagja a művészek közönségének, mint egy-egy szobrász vagy festőművész. Nem bosszantja ez? Igazából nem vagyunk túl sokan, akik itt hazánkban ezzel a műfajjal foglalkozunk, de én a kollégákat ismerve, meg a saját stílusaikat ismerve, meg így az, hogy mindenki foglalkozik valami mással is, mi úgy elégedettek vagyunk a helyzetünkkel, olyan szempontból nem mennék ki pont ezért sem, mert én magyar ember vagyok, meg ragaszkodom ahhoz, hogy itt szerezzek ezzel a tevékenységemmel örömet, meg boldogságot, meg hogy legyen ilyen lehetőség egyáltalán. Hát, hogy mennyire tekintik művészetnek. Hát sokan azt gondolják, hogy én is egy ilyen vásári tevékenységet folytatok, mert azt egyébként azt csinálom, mert mindenféle rendezvényre elmegyek, tehát ugyanúgy, ahogy például egy kürtős kalácsos, vagy éppen egy fajátékárus, vagy egy vattacukros elmegy, kifizeti a helypénzt, ugyanúgy van neki egy úti költsége, szállásdíj, stb. Én is ugyanúgy vállalom a kockázatot. Persze ezt nem mindenki vállalja közülünk, tehát sokszor passzolnak át nekem olyan munkákat, hogy azt mondták, hogy Felső Tárkányon lesz egy valami falunap, és hogy én elmennék-e, mert ott nem tudnak fixet adni nekem, hanem a saját szerencsémnek vagyok a kovácsa. Igen, én fogom magam, és akkor elmegyek, és vállalom azt, hogy akár esik az eső, akár szél. Jó, mondjuk, ha tudom előre, akkor nem megyek persze, de én szerettem ezt az életet, szoktam autóban aludni, de ezt nem úgy kell elképzelni egy ülésen, hanem tényleg ki van alakítva úgy a gépkocsi, hogy akkor akár 2-3 éjszakát is el tudok ott. De nem vagyok egyedül vele, tehát a többi vásáros, ilyen a többi kereskedők is, de hát ugye tisztálkodunk, meg a higiéniára odafigyelünk, csak hát ez egy ilyen élet, mert mai világban már a szállások is olyan magas költségűek, hogy nekünk azért nehéz megélnünk. De sajnos igen, tehát én vállaltam ezt az életet, de még fiatal vagyok, ugye viszonylagosan, meg még szerintem előttem már 2-3 évtized, nagyon szeretném. Hát az egyik legjobb dolog az, hogy más embereknek örömet szerezhetek azzal, főleg gyerekeknek, meg pároknak, hogy megkapják a rajzukat, boldogan viszik haza, és aztán később érkezik egy hívás, egy hónapok múlva akár, ugye kontaktot megkapják, hogy szeretnének kérni, mert meg szeretnének még embereket lenni. Tehát nekem számomra ez nagyon nagy boldogság, hogy másoknak örömet tudok szerezni. Persze magamnak is. Meséljen kérem az arcvonások projektjéről. Hát annak idején, amikor 2012-ben elindítottam az arcvonásokat, kitaláltam, akkor
az egész dologban, az arcvonásokban a legszebb dolog, hogy színes rajzokat készítek, és így tudom egy kicsit a festői vénámat is belevinni a rajzokba. A megrendelések is, amik vannak, meg a helyszínen készített rajzok is mind fekete-fehérek, és én nagyon szeretem a színeket, és most éppen a festészetemet újítom éppen. Ez még annyira, még önök az első hely, ahol tulajdonképpen hangot tudok annak adni, hogy elkezdek ismét festeni 18 év után, mert akkor hagytam abba, és az arcvonások is azért fontos számomra, mert színes rajzok vannak, és az arcvonások minden egyes, ezek a rajzok először kiállításra kerülnek mindig. Tehát kiválasztok egy témát. Volt olyan, hogy a Nemzet színészeiből készítettem egy sorozatot, egy ilyen 20-25 ember rajzolok meg. Hát most már az az igazság, hogy a Nemzet színészei sajnos ahogyan mindig újat választanak, ahogyan sajnos az emberi élet elmúlik, egy új kerül be a helyükre. Viszont készítettem a fiatalon elhunyt hírességekről, akik nem az Nemzet színészei, és még akkor nem volt mesterséges intelligencia annyira elterjedve, hogy képzeletben megöregítettem őket, hogy néznének ki a fiatalon elhunyt hírességek, például Elvis Presley, vagy Janis Joplin, vagy Máté Péter akár, vagy Kennedy elnök, Diana hercegnő, és őket rajzoltam meg, hogy néznének ki öregen. És ebből készítettem egy gyűjteményt, először kiállítottam a képeket, és utána készítettem belőle kis könyvecskéket, és hát ezeket jó lapozgatni, meg a végén van a megoldás, tehát aki nézegeti a kis könyvecskéket, akkor nincsen odaírva a név alá, hanem hátul tudja ellenőrizni, hogy kiket ábrázolhatod, hogy lehet így totózni, hogy vajon ki lehet a rajzon. És volt még a harmadik arcvonások kiskönyvem, az Ütős tárlat címet kapta, mert csupa bunyósak vannak benne, ismert valódi ringben vagy harcban járatos mesterek, harcművészeket rajzoltam le, de volt közöttük például Bújtor István, vagy éppen Görbe Nóra, aki Lindát alakította, tehát filmes bunyósok is voltak, Bud Spencer, Terence Hill, és az a jó benne, hogy összefoglalom egy-egy tematikában, egy-egy témában az ismert arcokat, és így gyűjteményben megjelentetem. Tehát mindegyik része az arcvonásoknak egy-egy témát ülel föl. A következő arcvonások kiskönyvemet azt 2025-re tervezem, és Bűnüldözők lesz a címe. Kalambó hadnagy is ott fog figyelni, illetve nem szeretném egyelőre felfedni mindenkit, hogy kik lesznek benne, viszont tényleg ez is egy olyan gyűjtemény lesz, ami érdekes lehet a nézőközönség számára. Akkor, ha jól értem, nem csak élő figurákat, hanem fotó alapján is készít karikatúrákat. Fotó alapján, igen, hát mind a kettőnek megvan egyébként a maga szépsége, tehát hogyha beülnek elém, akkor mindenféle nézőpontból meg tudna, egy szemszögből meg tudom vizsgálni az alanyt, viszont egy fotó az feladja számomra azt is, hogy azt a kérdést, hogy vajon másik nézetből hogyan néz ki az illető, de a fotó alapján nagyon jó dolgozni, mert bármikor lehet folytatni, nem mozog. Szeretek fényképről is, úgyhogy mind a kettőnek megvan a szépsége. És a kerámiának végleg búcsút mondott? Mostanában szedtem elő a régi munkáimat, ezek a porcelánjaim, és hát rájöttem, hogy olyan érzések törtek elő belőlem, amiket akkor éreztem, amikor ezeket a munkáimat megalkottam. Tehát itt most egy 1992-ben korongon készített pálinkás butella volt éppen tegnap a kezemben, és ide föl is tettem a polcomra, illetve van egy ilyen porcelánból kiöntött majomszobor, ez egy picike, ilyen egy arasznyi nagyságú kis fehér mázas porcelán, illetve vannak hangulatlámpáim, belül van a lámpafény, tehát az izzó, és nagyon szépen szórja kifele a fényt magából. Porcelánból készült, viszont nem a színezéssel értem el a hatást, hanem az anyagnak a vékonyságával, vagy vastagságával, és az áttörtségével, tehát olyan, mint egy csipke, és a csipkén keresztül áramlik ki a fény, és ez a látvány, ez még úgy, az izzó színes belül a lámpában, akkor színes fényt szór kifelé,
egész egyedi varázsa van. Én mindenféle terv, gondolat jött, tehát a fejemben körvonalazódik annak a lehetősége, meg annak azok az ötletek jönnek elő, hogy hogyan tudnám folytatni így most. Hát már most lassan 25 éve, hogy nincs az annyi, csak mennyi? Tehát 2023, hát akkor pont 20 év, hogy az egyetemen diplomáztam, és készítettem ilyen kis, nagyon szép kis apró kis tárgyakat is, amiket majd, hogy mondjam, így upgrade-elni szeretnék, kicsit feljavítani, felfokozni, de az alapokat már akkor letettem, meg elsajátítottam, viszont kellene hozzá egy kis égető kemence, és most eldöntöttem, hogy azzal is foglalkoznék, viszont egyelőre, a technológiát nézzük, akkor egyszerűbb dolog egy palettát, a festéshez szükséges eszközöket kapnom, előkészítenem, és neki látnom a munkának, úgyhogy az első lépésként festményeket fogok készíteni, az, ami jön belőlem, és a kerámiának nem intettem búcsút, mert az is egy csodálatosan szép műfaj, illetve ott abban is szeretnék még persze alkotni, mert nagyon szeretem. Ahogy ön is mondta, 30 évig Szegeden élt, miért vett búcsút a várostól? Az élet az soha nem kiszámítható annyira, hogy tudjuk, hogy mi fog történni. Magánéleti okai voltak, tulajdonképpen oda köt a család azért, mert ugye a gyermekeim Szegeden élnek, és jó, tehát tartjuk a kapcsolatot, és az élet nehézségét abban az időben, amikor eljöttem, az a pandémiának nagyon nagy köze volt hozzá. Számomra megszűntek a rendezvények, nem voltak rajzolási lehetőség, és kénytelen voltam olyan munkát csinálni, aminek a művészethez semmi köze nem volt. Gyárba mentem dolgozni, illetve 2 évig benzinkutas voltam, és az egy teljesen más, számomra nehezen megtanulható szakmák voltak, és nehezen tudtam beilleszkedni, sem volt egyszerű, mert azok az emberek, akik segítették volna, hogy illetve megtanítottak arra, mondjuk nekik hálás vagyok, és örülök neki, hogy segítettek, viszont tényleg nagy türelem kell hozzám is, mert vannak dolgok, amiket nehezebben tudok megtanulni, viszont hogyha nem lett volna ez a lehetőség, hogy mondjuk benzinkúton dolgozzam, akkor éhen haltam volna, és a családom is éhen halt volna, mert azért egy pénzből élünk, viszont Jászberénybe azért is jöttem vissza egyrészt, mert szülővárosom, és hát vannak terveim, akár egész országban, mert hogy utazom, meg most is utazom minden hétvégén, megyek mindenfelé rajzolni, úgy nem vagyok helyhez kötve, hála Istennek, és nyitott vagyok a világ szépségeire, és ahol járok, készítek fotókat, és ezekből a fotókból készítem el az alkotásaimat. És nagyon örülök neki, hogyha akár süt a nap, akár esik az eső, mindegyiknek megvan a szépsége, akár Szegeden, akár Kőszegen vagyok, vagy Sopronban, Tatabányán, ahol járok, nálam van a gép, és megörökítem. Én általában fotó alapján szoktam dolgozni, de sosem azt rajzolom. Tehát a festményeim is egyfajta karikatúrák, mert vonalasságában szoktam eltorzítani, de színeiben viszont általában a színezetét azt nem szoktam karikírozni, tehát ugyanúgy megvannak, ahol a megfelelő árnyalatoknak, mélységeknek, a hideg-meleg érzetnek ott kell lenni, tehát minden a helyén van. Tehát a lényeg, hogy nem vagyok helyhez kötve, és szerencsére utazni pedig szeretek, úgyhogy így enyém a világ. Közeledik a karácsony és az új év, hogyan telik majd? Le tudja ilyenkor tenni a tust és az ecsetet? Most a karácsony és a szilveszter is rajzolással fog telni, viszont nem az egész karácsony, mert csak egy nap lesz olyan, hogy lesz a szilveszter, akkor is megyek majd rajzolni. Fölkértek, hogy rajzoljak vendégeket, tehát ez egy megbízás lesz. A január az, amikor tudok egy picikét váltani, meg pihenni. Mert olyankor nincsenek karikatúrák, hanem akkor azt tudok egy kicsit a pihenésre koncentrálni, és akkor tudok egy kis arcvonásokat is rajzolni, vagy éppen tudok a saját testi lelki fejlődésemre, tehát egy
egy könyv által, vagy sport által, hogy tényleg, hogy egy kicsit fejlesszem magam, hogy tovább tudjam magam képezni. És azért jó, hogy vannak ilyen idők, amikor nem vagyok rákényszerülve arra, hogy mert ugye lehet néha úgy érezni, hogy rabszolga vagyok, mert meg kell csinálni 20 rajzot, de olyankor van pihenésre, meg ilyen szórakozásra is lehetőség. És persze ugye ott vannak a gyerekek is, akik meg szintén fontos, hogy együtt töltött hasznos időnk legyen együtt, tehát a családdal. Kovács Zsigmondot, Kovzsit, karikaturistát és az Arcvonások sorozat alkotóját hallhatták. Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Dél Magyar Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.